Hogy nevezik az új pesti föld alattin az illemhelyeket? Katakombáknak. És akik látogatják ezeket? Szarándokok. És hogy nevezik a nénit, aki kezeli? Bűzről pattant menyecske. Hát hallgassunk meg egy kis vidám jelenetet erről a bűzről pattant menyecskéről. Álljon meg, kérem! Hová rohan? Fülkét keresek. Gyorsan egy fülkét. Nini Bóbit akartát a központból. Örülök a szerencsének. Jaj, de örülök, hogy látom. Tegnap a titkárnője nem engedett be. Engedjen. Csak, hogy végre személyesen beszélhetünk, nem intézni el az én ügyemet. A magáit, az enyémet. Melyik fülke szabad? Az nem olyan egyszerű. Papírja van. Miért, magának nincs? Hivatalos papírra gondolok. Hát mi kell ide, gyémán diploma? Ha nincs írás, akkor esünk át a formaságokon. Fáradjon velem az irodámba, ebben a kis helyiségben van a hivatal. Jó, miféle hivatal? Van magának szíve? Nekem iktatókönyvem van, bőrkötésben. Mondtam, hogy átkelesünk a formaságokon. Formaságok? Miféle formaságok? Ne kiabáljon, kérem! Maga ebből a fülkéből nem telefonálni akar. Nem, csak a kagylót akarom használni. De kiabálok, mert a szükség törvényt mond. Figyelmeztetem, hogy ez illemhely és nem kocsma. Van engedélye? Engedjen! Tegnap maga nem engedett. Fáradjon be ide, a kis irodámba. Jaj, kijött egy ember, hallottam az ajtócsapódást. Az protekciós volt. De ön igény jogosult egyáltalán? Igen, egyetemet végeztem, kandidátusi disszertációm van félig készen. Engedje, hogy a munkámot befejezzem. Azaz egyetemre tartozik meg az akadémiára. Ha nem vacakolna, annyit már az anyja nevénél tartanánk. Hát honnan a fenéből szedte ezt? Mutassa. Mit? A személyazonosságiát. Neve? Jó, hát miért kell ide személyazonossági? Mindjárt ellenőrzöm az adatokat. Hát családos ember vagyok. Sajnos, nálunk ügyrend van. Ügyrend? Ügyrend. Különben már csak azt kell beírnom, van egy gyümölcsösem, vagy háztája, jó. És miért óhajtja igénybe venni szolgáltatásunkat? Ember vagyok! Azt mindenki mondhatja. Jó. Ja igen, még töltse ki azt a részt, hogy mikor óhajtja igénybe venni intézményünket. Most! Na, itt az áll, hogy ezen a héten, ebben a hónapban, ebben az esztendőben. A nem kívánt rész törlendő. Engedjen be és kész. A maga titkárnője mindenkit beenged? Hát az én szobám nem illemhely és nem... Ki ne mondja! Nálam nem szabad illetlen szavakat használni. Ide csak rendes emberek járnak. Jár ide operaénekes is. Tudja, mit dalolt a múltkor? Foga. A flextettet a Lammermoor Luciából. Egy maga! Néni, kérem, én eléneklem azt, hogy lerázza a makot, megye, te meg babám kapott egyet, csak eresszem már be. A blankettát kitöltötte már? Igenis, kezit csókolom. Akkor mehet? Ja, igazán, hányos ülkébe? Haza, majd postán kiértesítem, melyik napra akartam be.